Azt hiszem, hogy nekem soha nem volt ilyen konkrét álmom, vagy elképzelésem azzal kapcsolatban, hogy így, hogy szeretném magamat látni. Képzelődtem mindenféle dolgot. Elég hamar befészkelte szerintem ez a színészet magát a lelkemben. Nagyon sokáig ott volt így rejtve, talán még saját magam előtt is. És amikor elkezdtem ezzel kapcsolatban bátrabb lenni, akkor talán ez már meg tudott fogalmazódni. Tomival, a lengyel Tomival sokszor, mielőtt bemegyünk az árvákba, együtt megyünk be sötétbe, a függöny mögött ott állunk, és már megy le a fény, és bennülnek a nézők, akik kezdenek elcsöndesedni, és egy csomószor egymásra nézünk, hogy ezt miért csináljuk, hogy ez annyira izgulok, hogy nem hiszem el. De ahogy bemegyek, és feljön a fény, és elkezdődik, ott ez a féle izgalom és felfokozott állapot átvált valami elképesztően inspiráló és nagyon jóféle adrenalinnel. Valahol most érzem magam azt, hogy így önálló, független és felnőtt lettem így a szakmámban. És biztos, hogy a magánéletem és a gyerekeim is hozzátettek ahhoz, hogy elmerjek szakadni nagyon sokféle kötöttségtől, meg elvárásnak való megfeleléstől. Érzem, ahogy nyílnak az ajtók más fele is. Sok mindent én magam bezártam, amire már nem vagyok kíváncsi, vagy azt gondolom, hogy fölösleges vele foglalkozni, de sok új ajtó nyílt ki, ami meg nagyon inspirálnak érzem, hogy hívnak, vagy beléphetek rajta.